Attila, te voltál a mérkőzés szakértője. Nyilván a Ferencváros lehet szomorúbb, ugye kettős emberelőnyben játszottak a végén. Törvényszerű volt ez az Európa Liga kiesés után? Törvényszerű nem, de láthatóan fáradt volt a Fradi, mint fejben, mint a combokban, hiszen messziről kellett hazautazni, és egy hosszabbítás után veszítették el a kupameccset. Nem törvényszerű, benne volt a pakliban. Én úgy gondolom, hogy a Diós Győr áll, hogy mondjam, közelebb a bravúros teljesítményhez, hiszen kettős ember hátrányban érték el ezt az egy pontot. Köszönöm szépen. És hát érdekes a Fradi, mert ugye egész jól kezdték, eredményesen elkezdték ezt a szezont. Nyertek az Ulisses ellen, legyőzték meg az Oleszundot, és aztán most elkezdődik a bajnokság, és ugye a két forduló között kiestek a nemzetközi kupából. Most hol tart szerint a Gyuri a Fradi játékban? Mert olyan volt az érzésem végig tavaly, hogy eredményben előrébb voltak, mint játékban. Ez most is így van egyébként, és ez várható ebben a szezonban is. Azt gondolom, hogy játékban, tehát kreativitásban a Fradi nem lépett előre semmit. A eredményességben valami hasonlót várok, mint tavaly. Róla tud vele, hogy Újpest szurkoló vagy, András, de nem tudom, hogy amióta a képernyőt ott hagytad, van több időd nézni, nem csak a saját csapatodat? Tehát mondjuk a Fradival képben vagy? Van, és nem is azon múlik, hogy több idő van, van egy fiam, aki 7 éves lesz és a Vasasban focizik, és most már ő miatta kell néznem sajnos a meccset. A Vasasban? Igen, igen, Vasasban. Az volt közelebb akkor, gondolom, nem? Lajos, hát te, mint gyakorlatilag tiszteletbeli fradista, nem lehet kihagyni a kérdést. A Fradinál én azt hiszem, hogy van kapus probléma, vagy van kapus kérdés, mert Jova Levente NB1-es múlt nélkül a második számú kapus, és aztán óriási nagy űr. Szóba jön nálad, amikor a Fradit nézed, vagy szóba jött az elmúlt 5 évben, hogy esetleg visszamenjél? Hát tulajdonképpen az utóbbi pár évben majdnem mindig az átigazási időszakokban szóba került az, hogy esetleg visszatérek. Hát több oka volt annak, hogy nem. Voltak személyek, akik esetleg nem szerették volna, hogy visszatérjek a Ferencvárosba. De ez nem te vagy az a személy? Nem, ez Ferencvárosi részről volt. És hát természetesen élő szerződésem volt, tehát igazából konkrét dolgokig soha nem jutottak el a tárgyalások. Nem csak a kapus produkciókat figyeljük egyébként, hanem ezt a bizonyos kiállítást is. Azt előre tudom mondani, hogy már összevesztünk, úgyhogy nagyon gyorsan megmutatjuk azt a bizonyos első kiállítást, hogy hát mi mit látunk belőle. Én azt mondtam, hogy leginkább a remek horvát magasugró Blanka Vasics teljesítményére emlékeztet Otten felugrása. Szerintem nem a talpával ér hozzá, hanem ott valahol a térde környékén, de akkor menjünk szépen végig, Tibivel kezdjük. Szerinted ez mi volt? Hát természetesen szabálytalanság, de nem volt olyan súlyos, mint ahogy itt ugye a Fradi játékos eljátszotta. Ezen a csúszós talajon, hiszen szakadt az esőbe, egy ilyen becsúszási kísérlet azzal jár, hogy egy játékos 10-15 méter csúszik. Itt pekje van, hogy ütközött a Fradi játékossal. Én úgy gondolom, hogy ez sárgalapot ért, de nem volt olyan brutális, mert itt lehet látni, leteszi magát a földre, majd elfordul a játékos és próbál korrigálni, de nem sikerül neki. Sárgalapos volt, de szerencsére sem sérülés, nem lett belőle sem olyan brutális belépő nem volt, mint ahogy láttuk. Gyuri András, Lajos? Ez a lényeg, hogy sárgalap volt, és mivel egy perccel előtte már szándékos kezelésért kapott egy sárgat, ezért ki kellett állítani. Tehát itt jól járt el a játékvezető. Nem merek veletek vitatkozni, de hol de tudtam, gyerek, hogy fogsz. Persze, hát hamarabb ugrott föl, mint hogy odaért volna a láb, nem? Van egy másik kamerállás, amiből tökéletesen lehet látni, hogy ugyan nem a talpával, de a combjával eléri a Fradi játékost, úgyhogy szabálytalan volt. Uh-huh. Lajos? Hát mit lehet tudni, hogy jövő héten nem ez a játékvezető vezeti a mérkőzést? Istenem, a diplomata! Úgyhogy egyetértek a játékvezetővel, úgyhogy ő az úr a pályán, úgyhogy azt gondolom, hogy jogos volt a kiállítás. Ami a Fradit illeti, én azt hiszem, hogy mindig az a kérdés, hogy van-e egy olyan sorozat a csapatban, ami hosszú időre megint legalább 10 000 embert oda visz majd az Albert Stadionba. Úgy indult, most nem úgy folytatódik, de nem akarom ezt elkiabálni. Te benne érzed a Fradiban azt, hogy esetleg ez egy a harmadik helynél erősebb év legyen? Hát a Fradira egyébként is jellemző volt, hogy a nyári szezon, amikor elkezdődik, vagy őszi szezon, akkor óriási a bizalom a közönség részéről, jó idő van, bár ma ugye szakadt az eső, de a szurkolók éhesek a mindenkori új Fradira, hiszen az átigazolási időszakban mindig van sláger. És hát ma is sokan voltak, a kupameccseken sokan voltak, tehát a bizalom megvan, ezzel élni kell a játékosoknak, elsősorban, hogy nyerni kell, viszont a mai mérkőzésen nekem
igazából az nem tetszett, hogy a Fradi részéről, de egyébként le a kalappal a Diózsér előtt, hogy hazai pályán sokkal óvatosabban játszott, mint ahogy kellett volna. Tehát a Fradi egy olyan klub, hogy az első perctől kezdve hazai pályán űzni, hajtani kell az ellenfelet. De könnyű nekem ezt mondani, hiszen a kupamérkőzés után műfű, kiesés, szóval azért nehéz volt ezt a csapatot most összekapni. És azt hiszem, hogy az, amit Nyilasi Tibor megrajzolt a nagyítóban, az köszönő viszonyban van méghozzá szorosan azzal, ami elhangzott, ugye? Igen, mielőtt ezt a kis bejátszót kérem, amit egyébként láttak a kedves nézők, hiszen a Fradi első gólja előtti szituáció, hogy Prukner László elmondta, hogy már a mérkőzés előtt is, de különösen a szünetben kérte a játékosoktól, hogy ne ívelgessenek, hanem ezen a csúszós talajon próbálják a rövidpasszos játékot játszani, amelynek meg lett és meg is volt az eredménye. Ugyanakkor szeretném Bencés Miklóst, mikor azt mondta, kicsit hát nem értek vele egyet, azt mondta, hogy a védekezésük jó volt. Pont az első gól és az első negyed óra egy kicsit megfogta a vendégeket. Abba az időszakban kapták a gólt, ha jól emlékszem. Ott egy védekezési hiba volt, és az elég volt, hogy a rutinos Lisztes Krisztián ugye egy szép passzal abdít hozza a helyzetbe, aki kilőtte a hosszú sarkot. Tehát egy kicsit tanulságos is, érdekes, és akkor még a Fradi szurkolóknak egy örömteli pillanat volt. Jó, akkor nézzük a nagyítót, és mindezt ceruzával körbekarikázva. Tehát ez az a pillanat, ahol ugyebár a Diósgyőr próbálja kihozni a labdát, és nagy, a középen nagy űr van, de Lisztes Krisztián mellett ott van egy játékos, aki hát ugye árnyéként kíséri őt, és majd egy ilyen előrevágott labda, lepattanó labda után lássuk csodálkozva, illetve látjuk csodálkozva, hogy Krisztián labdát próbál szerezni, szerez is, és a védő lemarad, hiszen nem követte Krisztiánt, ő területet akar fogni, és nézzük meg, hogyha meg lehetne állítani, a védő lemaradt, és majd azt a két fiút, a Lisztes Krisztiánt és az Abdit, akik labdát szereztek, ők fogják végigvinni a támadást. Itt már 3-2 ellen, ha tovább engedjük, akkor lehet látni, hogy 3-2 ellenes szituáció van, és megindulnak a Fradi középpályásai, és itt már csak területvédekezéből nem sikerül, és itt láttuk azt, hogy ugye Abdi egy kényszerítőt próbált lejátszani, nem kényszerítő lett belőle, hanem egy átvétel Krisztiántól, és egy egyszerű bokapasszal a mélységből induló Abdi elé teszi a labdát, aki kilövi a hosszú sarkot. Tehát elég volt egy pillanat figyelmetlenség a középpályán ahhoz, hogy akár a Lisztes Krisztián, akár a gólszerző, ha területet, lendületet fog, akkor megállíthatatlan legyen. Tehát összességében azt mondom, hogy a Diósgyőr védekezése rendkívül fegyelmezett volt, viszont egy-egy ilyen apró hiba, ha nem is végzetes, de hát most góllal végződött. Úgyhogy azért is próbáltam ezt kiemelni, mert kíváncsi voltam Lisztes Krisztiánra, hogy hosszú idő után hogy kerül vissza a Fradiba, hogy kezdi a játékot, hogy irányít a társakat. Ebben az időszakban ezt jól csinálta. Lajos, kapus kérdés, hogy látod a Fradinál, van gond van? Nem értettem a kérdést. A kapus kérdést a Fradinál, hogy gyakorlatilag Granilovics mögött egyetlen ember, akinek nincsen rutinja, szerint ez mekkora gond lesz a Fradinál, hogyha azt nézzük, hogy most indul a szezon, és egyelőre még nem nagyon találtak második embert. Az igazság az, hogy én egy picit visszakanyarodnék az előző szezonra, amikor nem nagyon értettem, hogy a Fradi kapusaiban sűrűn voltak cserélgetve, szóval hol a Haber védett 3-4 meccset, hol a Granilovics védett 3-4 meccset. Ez tulajdonképpen a mindenkori vezetőedző saját szuverenitása eldönteni azt, hogy melyik játékos és melyik kapus álljon a kapuban. De hát ugye, hogy a Haber elment, egy rutinos válogatott kapus elment, ugye maradt a Ranilovics, mögötte egy fiatal, tehetséges kapus van ugye a Jova személyében, aki végigvédte a másodosztályt. Meg hát ugye volt még egy kapus a Fradinak, a mester nevezetű, akit kölcsön adtak Siófokra. Igazából én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak azért mindenféleképpen két rutinos kapussal kéne rendelkeznie, hiszen hogyha az egyikkel valami probléma van, akkor egy olyan kapusnak kell állni a kapuba, aki már kész a feladatra. És most én ezt nem azt mondom, hogy alkalmatlan lenne a fiatal srác, csak azért óriási felelősség. Tehát a Ferencvárosban nehéz védeni, hiszen általában ugye a legtöbb csapat védekezik a Ferencváros ellen, van, hogy egy-két lövés jön csak kapura, és azokat elvárják, hogy az esetleg meglegyen. Hát a helyzet az, hogy kapusokkal gyönyörűen el vagyunk keresztve a mai műsorban, hiszen Szűcs Lajos mellett itt van most az elemző pultnál Hajdú Attila, és ha már itt van, és ha már végignézte a Fradi meccset, akkor most ő maga is elemezheti Ranilovics teljesítményét.
És hát természetesen azt, hogy miért is nincs kész Ranilovics erre a nagy feladatra, és ezzel kapcsolatban jött egyébként üzenet is. Hajrá FTC, nem értem a vezetést, eladták Habert, és megtartották Ranilovicsot, aki minden meccsen belep kéz egy gólt. Remélem a mai meccsen jó a labda, és ugye utazni sem kell, nyilván utal itt a Kaposvár elleni találkozóra, és hát természetesen ezt az első fél időben kaptuk, ezt az üzenetet. Hát igen, ebbe az a különös, hogy akkor még nem volt a második fél időben kapott gól. Én visszamennék oda, hogy a Ferencvárosnak volt nemrég egy magyar kapusa, Megyerének hívták. Én szerintem nagy hiba volt őt elengedni. Szerintem innen indul, hogyha a Ferencváros és a kapus kérdésről beszélünk. Ranilovics helyzete valóban most egy kicsit, hogy mondjam, nehézkes, hiszen mind a Kaposvára kinti kupa meccsen ugye gólt kapott. Ez a mai nem nevezném kapus hibának, belefér egy csúszós talajon, de így, hogy előtte már volt kettő, így valóban indokolt is lehetne egy kapussere, amire nincsen. Nézzük is ezt a szituációt. Nézzük a szituációt. Ez a... Igen, meg közül megtalálom, hogy hol nézzem. Mert az elsőt még sikerült Ranilovicsnak hárítani. Itt az a feladat ilyenkor, amikor a sorfal fölé rúgja a lövőjátékos a labdát, hogy amikor eltűnik a labda, akkor skerázni kell a bal oldalra jelen esetben. Ezt hibázta Ranilovics, mert egy nagy lépéssel igyekezett oda menni a bal sarokba, ez nem sikerült neki. De még egyszer mondom, ez nem egy tipikus kapusiba. A három egymás után valóban sok, de így, hogy mind Mester, mint Haber távozott, így én is kíváncsi vagyok. Te most mit tennél Bruckner László helyében egyébként? Hát ez egy jó kérdés, mert hogyha most lecserélem Ranilovicsot, akkor ő rá egy ideig nem számíthatok, hiszen hiba miatt kitett kapus az ugye azért emészti magát egy ideig, és ott van egy fiatal. Tehát most valóban érdekes, én is kíváncsi vagyok, hogy Bruckner László mit fog dönteni. Hát ezt meglátjuk jövő vasárnap.